Sziasztok, jó estét! Megint éjszaka van, és én ilyenkor dolgozok. A fotóklubunk kiállítása készül, és ide szeretnék most néhány képet készíteni, egy kis újdonságot, úgyhogy megint a villanykörték körül mozgok. Igen, már láthattátok, hogy volt villanykörtés projektem, illetve ugyanaz, vagyis hát hasonló ahhoz egy kristálygömbbel. Hát most újra a villanykörtét vettem elő. Egy tükröződő akrillapra tettem a villanykörtét. Nem tudom, mennyire látjátok, egy ilyen fehér gyurmaragasztót használtam. Itt van. Tehát sima fehér gyurmaragasztóval rögzítettem a villanykörtét. Mögötte is van egy kupac. A fényképezőgépemet az állványra tettem, és az isom a 100-as, a rekeszem az 29-es, de mindjárt leellenőrzöm. Igen, 29-es a rekeszem, illetve az időt az 13 másodpercre raktam. Természetesen manuál módba fotózok, és a rázkódás csökkentést kikapcsoltam a fényképezőgépemen, mivel állványt használok, hogy ne kompenzáljon folyamatosan a fényképezőgép, mert ezáltal is beremeghet a kép. A dolog az nagyon egyszerűen fog kinézni. Találtam néhány karácsonyra megmaradt csillagszórót, ilyen picikét. Hát azzal dolgozunk, ami van. És ezt szeretném felhasználni majd úgy, hogy a szárát be fogom hajtani. Próbálkoztam néhányal. Megmutatom. Tehát a szárát azt visszahajtottam, és beleraktam a gyurmaragasztóba. Aztán itt most jó ügyesnek kell lenni, mert közben meggyújtom a csillagszórót, és már a fényképezőgépet indítanom kell. Úgyhogy érdekes lesz a végeredmény, remélem majd látjátok ti is. Majd visszajövök mindjárt. Na hát szóval így néz ki az installáció, hogy látjátok, itt elő van a villanykörte gyurmaragasztóval rögzítve, mögötte pedig beleraktam a gyurmaragasztóba a csillagszórót. Nem használok semmi extra dolgot, gyufa kell még hozzá, és teljes sötétség, úgyhogy villany Leo. Na és hát így néz ki a dolog. Nem egy túl nagy csillagszóró, tehát 8 másodperc körülbelül az egész. És ennyi volt, végeztünk. De mindjárt megmutatom a végeredményt. Ha látjátok majd a kijelzőn, a fényképezőgépemnél, most még gyorsan összerakja az időt. Látjátok? Na szóval a gépen ez sokkal jobban néz ki, mert kirajzolódik a villanykörtének is a sziluettje, úgyhogy hát ezen dolgoztam most. Jó éjszakát nektek!